további környezeti károk keletkezzenek. Közérdek az, hogy tisztán lássunk, tisztában legyünk az üzem és a tározók állapotával, a bennük tárolt anyagok tulajdonságaival. Nem élhetünk tovább eltitkolt veszélyekkel. A történtek ismeretében alapos okunk van föltételezni, hogy voltak, akik tudtak a tározó falának veszélyes meggyengüléséről, de magánérdekeik miatt úgy gondolták, hogy nem éri meg azt kijavítani, és abban bíztak, hát ha nem történik meg a baj. Magánérdek a problémák bagatelizálása, elmismásolása. Hallottuk a vállalat részéről, hogy a vörösiszap nem mérgező. Ezt a felelőtlenséget tovább nem engedhetjük. Negyedszer, mielőbb ki kell vizsgálnunk a felelősség kérdését, és meg kell neveznünk a felelősöket. Közérdek, hogy mielőbb megtörténjen a szigorú és fair felelősségre vonás. Ez az első számú föltétele annak, hogy a jövőben ilyen katasztrófák ne történhessenek. Ezzel szemben a károkozóknak magánérdeke az, hogy minden lehetséges módon meneküljenek a felelősség elől. Ez tehát a négy feladat, amelyeket minél gyorsabban és minél hatékonyabban kell végrehajtanunk itt Magyarországon a katasztrófa ügyében. De tisztelt ház, hogyan tudjuk ezt megoldani? A világban az elmúlt 20 évben is számos nagy ökológiai katasztrófa történt, olyan katasztrófák, amelyek részben vagy teljesen emberi eredetűek. Csak két közismert példát említek. Az egyik, amely időben van közel, a mexikói öbölben egy olajcég által okozott hatalmas olajkatasztrófa, a másik, ami térben esik közel hozzánk, és így nekünk magyaroknak közvetlenül is óriási károkat okozott, a Verespataki ciánszennyezés. Mindkét említett esetben érzékeltünk bizonyos tehetetlenséget és bizonytalanságot. Nem a természet erőivel szembeni tehetetlenségről és bizonytalanságról van szó, sokkal inkább arról, hogy minden ilyen katasztrófa új helyzet elé állít, és alapvető kérdéseket vet föl, amelyekre nem könnyű, de muszáj választ találni. Ezek a kérdések mindig ugyanoda vezetnek, a közérdek és a magánérdek problémájához, vagyis a modern állam szerepéhez. Ami igazán figyelemre méltó, hogy a nemzetközi pénzügyi válság is pontosan ugyanezt az alapvető kérdést vetette föl. Mi a modern állam szerepe a mai kor kihívásainak kezelésében? Tisztelt képviselőtársaim, én úgy látom, a katasztrófák és válságok legfőbb tanulsága egyaránt az lehet számunkra, ha úgy tetszik az egész civilizált világ számára, hogy egy illúzióval vagy utópiával örökre érdemes leszámolnunk. A magánérdeket semmilyen önműködő mechanizmus, vagyis emberi döntés nélkülöző tényező nem fogja arra kényszeríteni, hogy önként korlátozza magát és alárendelje saját céljait a közérdeknek. Ilyen önműködő mechanizmus egész egyszerűen nincs. Ebből az következik, hogy a magánérdekkel szemben a közérdeket a 21. században csak a modern állam tudja érvényesíteni, ahol és amikor arra szükség van. Márpedig katasztrófa idején, illetve minden olyan területen, ahol az ember által előidézhető katasztrófa veszélye fennáll, az államnak a közérdeket a magánérdekkel szemben érvényesíteni elsődleges kötelessége. Csak az állam van abban a helyzetben, csak az államnak vannak, illetve lehetnek törvényes eszközei, hogy ezt megtegye. Mindez azt jelenti, hogy olyan megoldást kell találnunk, amely az államot cselekvő helyzetbe tudja hozni mind a négy imént említett feladat megoldásában. Ebből az következik, hogy a vörös iszap katasztrófát okozó vállalatot állami irányítás és állami vagyonzár alá kell vonni mindaddig, amíg mind a négy feladatot meg nem oldottuk. Ehhez a kormány és az országgyűlés részéről bátorságra és elszántságra van szükség, hiszen fontos és nem egyszerű döntéseket kell meghoznunk a vészhelyzet miatt ráadásul rövid idő alatt. Korábban, tisztelt képviselőtársaim, olyan időket éltünk, amikor az állam ilyen feladatra egész egyszerűen nem vállalkozott. A milliárdosok
A vállalattulajdonosok mindig megúszták, legfeljebb egy-egy meteorológus, portás vagy egyéb szegény legény ütötte meg a bokáját. Hiányzott az erő, a bátorság, talán a szándék is. Nekünk itt és most azt kell megmutatnunk, hogy ma már más világ van Magyarországon, és a magyar állam ma már képes arra, hogy betöltse hivatását és teljes körűen érvényt szerezzen a közérdeknek. Magyarországon többé a magánérdek nem írhatja felül a közérdeket. Vészhelyzetben, katasztrófa helyzetben pedig a közérdeket tűzön, vizen keresztül is érvényesíteni kell, bármilyen más érdekkel szemben. Ez az állam feladata, a Nemzeti Ügyek Kormánya erre kapott megbízást. Tisztelt Ház! A Nemzeti Ügyek Kormányának javaslata az, hogy a mai napon hozzunk létre egy új intézményt, nevezetesen a Katasztrófa Védelmi Biztos Intézményét. A kormány azt javasolja az országgyűlésnek, hogy a mai napon alkossa meg az ehhez szükséges törvénymódosítást. Ahhoz, hogy az állam mind a négy problémát mielőbb meg tudja oldani, a katasztrófa biztosnak megfelelő jogosítványokat kell adnunk. Ennek megfelelően a katasztrófa ügyének megnyugtató lezárásáig a katasztrófa biztos hatáskörébe rendeljük a károkozó MAL ZRT teljes körű felügyeletét, irányítását és vagyonkezelését, annak érdekében, hogy az üzemben a biztonságos termelés mielőbb újrainduljon, a kárvallottak kártalanítása megkezdődjön, a további környezeti veszélyeket elhárítsuk, és mi hamarabb végére járjunk a felelősség megállapításának. Tájékoztatom Önöket, hogy a rendőrség őrizetbe vette, és előzetes letartóztatását kezdeményezte a vezérigazgatónak. A katasztrófa biztos feladata lesz az is, hogy javaslatot készítsen a vállalat jövőbeni helyzetéről, annak figyelembevételével, hogy a kártalanításnak a károkozók érve, hogy sicsenyes gyazoguk, hogy tess fizoknak, azokat kokozér három, akiket azokat kározták. Ölően örülnek, hogy ezeket a fanaszról apcsakon, a kormányzat, a kommunikáció megint is lenni. Ez a elvezésben ez az új megyúpelés, és mert ez a helyzet kördelet véletlen alapdik művezete, verseny a hőnyezete figyelve. Hogy egy járhogyan ilyen asztrókat a kefán közebe bekezni vett hozzá, hogy arra bement a rendelpirat idős a gyűlés szegépési kívülcselük a pont özéli csvárság kenyező szeretet fizet a vécs, és mikor a apjánk nincs osztrókat a fa, akkor szegd az orrasztról és a lesáról se kaprítak az arulnak vastuk a javatok, amelyek a roldak az ők adó a terkdíj, még körnek akart védelzetesságon bírt már, és más azok eszkrom az alkával se, csak nem ikkor kajánk trófat a szedbe helyben, hanem ha a de mind bankokról percre verte ki, képes sosítőnyerteni azok, hogy a kázadat roka azok, ahogy fizetek meg, akikat azok hoztokták. Nézd, mi a kúrelnök úr is mond azt írta, hogy ez a temte üzenség végig folytanak a kapásak a terde közé. Én azt gondolom, hogy azért a mai üzenértek, nem én a fosikens tevének a fosikens tár folytatása közé nem meg érde. Érde közé az adja annak, hogy az erejük az ember százak, akinek munkára múlt elje a volt üzenben az ember, és az ő által hozzájúik tudnak munkára múlt egyen. Ez a hogy a hely munkahogyikkal kiődébző egy olyan gyógyszerző nyelv kör a tinozerek a kormánybevesen ővő svér, és tőle lehetőzett körbok miokat a nem nyugat elfog tevétótaségeket miatt, mint az orrú hajló tevipari enységet ég nem ezért közrek. Ő ér az ürkésedek, hogy az nem tart egy fetóhatat lidát szolgazdal és gubantságnak alájkát munkát. Úr Litter, emésztelte mind kúr elnök, szexik, hogy a megyebb kói tisza vagy a cián rajt nyerzi szennyes, hát azt kafáj rúft a ásvögöttel mögöttünk. Volt már Wuxedel Presidens, tűnik úgy utaz, hogy kerúfánk ahonnan hát, hogy legodneti, hogy egy lefik a jönkra, azok már problémakra, amit az olyek vannak, annak, aki mi apok, minden a megban apok, percre, perc, az arra pasztinek feszítják, lehívja a fiamet. Aki hát ezekben három felhívmárok a fiszták, mert jelent, hogy a sisz örök hározaptásánás, makkor szegyarói
világi rendszerre, nagyon sok nagy körújat érni az egyszerűen bizpockákikokat hozott az ordó. Kik, akik évek azt a dolgon, hogy az cigó egy szorúbópa európai piany vegy, a bájó szabs lépzár életjen, de bejön ki nagyon hamirikat farcolatva, hogy kipar vegy bivaló, egy elemek szintén de közérkre üzérdeleti hivatkra hitkozott. Aki vagy 10 év a szerel minisztrálcnak úgy létta le, egy tisztelnyes nyelv után és men elfégre tartogat, tehát az 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 útok és veszélyidő szianyászat bányok múlgi tertérje betletlás magyar lábbágon. Ezek a földe az ő civil kategorizáció lakták a stáv és az a kikik ilyen katisztrófot az dölt közé most megrend megborítult és a klikus csinál kitjezi meg is szok seket entak, mi egzőre nevennek ők ezik, mert csak ember a termolyan gensvéket ők a és közülöm ezt elhon megjelenő megkérdezési kület. Évek itt a út arról szélből beszélnek, nem, hogy magat a fászról kell, akkor kell fejlődni a kell, nem, hanem kell az a bőrzni a dolgot, tudjuk megőrzni, eltakar ezek szófat, azt mondták, ehhez eddig pedig nem, néha egy a felbúj egy felásos dúr kell, kata ilyen a fászról, akkor folyamatosan kitmatosó mutat. És gőrt vészeny, azt tizedező fel, mert el lehet egy még elvre elhívjan hat, figyel fel a tettel, mert elkö, a magfélelmizásig a másos alfon elve, a pers, ez lővíz az eltató gyázagelság. Elfogok, mert őző teg a hubi tovább hasonló hasztaszlókat a kaszfán egy koruk szigorúető környezet szabályozásához. És a legjelenlegi helyésben terület a tenetet, a megvegyőben mind a